Elhamarkodottnak nevezte az akadémiával szemben hozott parlamenti döntést Tarlós István, aki híradón kamerája előtt is megfogalmazta kritikáját. Az ellenzék közben úgy döntött, az MTA-t érintő változások miatt alkotmánybírósághoz fordulnak. A főpolgármester közben azt is bejelentette, hogy nem zárkózik el egy vitától az ellenzék jelöltjével. Tarlós István a Magyar Nemzetnek írt cikkében úgy fogalmazott, hogy ha a nép Karácsonyt választja meg, ő szívfájdalom nélkül elmegy. Karácsony Gergely örömmel áll a vita elé, és már alig várja. Munkában a főpolgármester. Tarlós István ezúttal a fővárosi földutak aszfaltozási programját indította el a 18. kerületben. Budapest első embere azonban a választások közelettével más területeken is aktívabbá vált. A Magyar Nemzetnek írt cikkében például elhamarkodottnak nevezte az akadémiáról szóló parlamenti döntést. Erről híradónk is kérdezte a főpolgármestert. Itt, hogy volt ez a félmondatom, ez másnak szól. Én az értelmiség elit hangulatát szolidabban rongáltam volna, erre gondoltam. A parlamentben az innovációs tárca államtitkára vette védelmével a törvényt. Egy olyan hálózat és olyan kutatóintézetek működjenek, amelyek a gazdasági igényeket mind alap, mind az alkalmazott kutatások terén a legnagyobb mértékben ki tudja elégíteni. Az ellenzék ezzel nem értett egyet. Elég számú aláírás és ajánlás gyűlt össze, ezért bejelentem, hogy az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordul a törvényben, és ennek megfelelően az Alkotmánybírósághoz eljuttatjuk beadványunkat. Tarlós István ellenzéki kihívója közösségi oldalán fontosnak nevezte ezt a bejelentést. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy aljas, az országra és Budapestre nézve is káros, a jövőt elherdáló Einsteinnak gondolom, ami ellen fel kell lépni még a főpolgármesternek is. Az ellenzéki politikus azt is örömmel fogadta, hogy Tarlós István a főpolgármester jelölti vitától abóvó nem zárkózott el. Az a fajta vita, amit például az előválasztáson láttunk, hogy simogatták egymást, szavaló kórus volt, kartánc, és minden ötödik mondatban megfogalmazták, hogy mindenbe egyetértenek, ezt nem tartom vitának. A főpolgármester azonban azt is elmondta, hogy milyen vitában lenne hajlandó részt venni. A felkészültségről úgy lehet tanúságot tenni, hogyha face-to-face-t egymást kérdezzük előre meg nem határozott ügyekben, nem kell oda semmi más, uram, csak egy technikus, aki nyomkodja a csengőt, hogy lejárt a kérdezés ide, lejárt a válasz ideje. Tarlós István azt is bejelentette, hogy 4 éven belül az összes budapesti földutat leaszfaltozzák. A kormány erre a célra már tavaly elkülönített 100 milliárd forintot. Újabb határkerítés építését, több katona kivezénylését és megfigyelő drónok bevetését tervezi Szlovénia. Ezt jelentette be az ország kormányfője, miután a belügyminiszterrel a déli határa látogatott. Közben Olaszország a haditengerészetet vetné be az illegális bevándorlás visszaszorítására. A határvédelem megerősítését és az embercsempészet felszámolását tervezi több európai ország, miközben új stratégiákat dolgoznak ki a növekedő illegális migráció megállítására. Szlovéniában majdnem 5500 határsértőt regisztráltak az elmúlt fél évben, akik a közép-európai balkáni útvonal lezárása óta Horvátország és Szlovénia érintésével igyekeznek eljutni nyugat felé. So we do have an increase in numbers, but we are acting only as a first line. Növekedtek a számok az elmúlt hónapokban, folyamatosan figyeljük Bosznia-Hercegovina területét, és ha látjuk, hogy menekültek csoportja készül átlépni a határt, akkor kivezényeljük a hatóságokat a helyszínre, mondja a horvát határőrség vezetője. A Nemzetközi Migrációs Szervezet boszniai irodája attól tart, hogy ha megerősítik a szlovén és horvát határvédelmet, akkor az országban rekedt menekültek száma növekedni fog, ezzel bonyolítva Európa menekült problémáját. Közben az olasz belügyminiszter a földközi tengerből kimenekített migránsok szétosztását sürgetné az európai országok között. Az elmúlt hetekben két civil szervezetek által működtetett mentőhajó is menekülteket szállított Lampedusa szigetére úgy, hogy erre nem kaptak engedélyt. Ezekre az akciókra válaszul Olaszország a haditengerészet bevetését tervezi. A CI nevű német mentőhajó 44 embert mentett ki egy fából készült bárkából Líbia partjaihoz közel. A német non-profit szervezet hajója a máltai hatóságokkal együttműködve hajtotta végre a mentőakciót. Málta a hétvégén beleegyezett abba, hogy a mentőhajó által kimentett 65 menekültet partra enged szállni egyik kikötőjébe. Wir haben uns derweil
A küldetésünk még legalább egy hétig fog tartani. 65 embert mentettünk meg a vízbefulladástól a hétvégén, és Málta nem félt a kötelességének megfelelően cselekedni. 8 órán belül készen volt a megállapodás Málta és Németország, valamint az Európai Unió között a menekültek szétosztásáról, fogalmazott a CIA egyik vezetője, aki szerint Olaszország nemzetközi jogot sért azzal, hogy nem engedi kikötni a humanitárius szervezetek mentőhajóit. Matteo Salvini, olasz belügyminiszter szerint viszont a mentőakciók csak az illegális bevándorlást ösztönzik. Legalább 50%-os béremelésre lenne szüksége a független rendőr szakszervezet szerint ahhoz, hogy ne csökkenjen tovább a rendőrök száma. A megyei rendőrkapitányságok a 24.hu-nak küldött adatok szerint ugyanis a megyeszékhelyek háromnegyedében nincs elég rendőrjárőr. A kapitányságok átmenetileg a készenléti rendőrség munkatársaival töltik fel a megüresedett helyeket. Biztos, hogy kevés a rendőr. Kevés. Én rendőröket látok eleget, szóval ez biztos, hogy ebből nincs gond. Nem látják egyformán a győriek, van-e elég rendőr a városban, az egrieknek pedig nincs hiányérzetük. Azért szoktam velük találkozni. Még a hegyen is, néha-néha. Pedig a 24.hu-nak megküldött adatok szerint egyik városban sincs elég rendőr, sőt, százalékos arányban Egerben csökkent leginkább a járőrök száma 2014-hez képest. A városban 5 évvel ezelőtt még 117 státusz volt, ma már csak 150, ám ebből csupán 85-öt tudtak betölteni. Győr és Eger mellett Kaposváron, Kecskeméten, Szegeden és Szolnokon jelentős még a csökkenés, de hiányoznak rendőrök több keleti és dunántúli megyeszékhelyen is. Kezdő tiszthelyettes 150-160 ezer forint. A független rendőr szakszervezet egy jelentős, a tiszthelyetteseknél legalább 50%-os béremelést szeretne elérni, ugyanis a szakszervezet szerint elsősorban az anyagi megbecsültség hiánya miatt gondolkodik azon a rendőrök 40%-a, hogy elhagyja a pályát. Hál' Istennek a hivatástudat még hajtja a munkatársainkat, és a legtöbben úgy gondolkoznak, hogy szeretnének itt a pályán maradni, és várják a csodát, várják a Országos Rendőrfőkapitányság, a minisztérium segítségét, hogy egy tisztes megélhetés biztosít számukra. Pogó Géza szerint a jelenleg aktív rendőröknek a létszámhiány miatt jóval többet is kell dolgozniuk, főleg Budapesten és a nagyobb városokban. Az alacsony fizetések pedig a bárhová vezényelhető rendőrök esetében a lakhatásnál is problémát okoznak. Sokan ugyanis egyszerűen nem tudják kifizetni az albérleteket. Én kérem kollégáimat, hogy továbbra is esküjüknek megfelelően, és abban a hitben, hogy igenis hazánkat, az itt élőket szolgálják, továbbra is végezzék munkájukat, tartsanak ki, és biztos vagyok benne, hogy belátható időn belül ennek minden feltétele adott lesz a számukra. Az országos rendőrfőkapitány még az évelején kért türelmet a rendőröktől az alacsony fizetések miatt, ám béremelés azóta sem történt. A belügyminisztériumtól adásunkig nem érkezett válasz, az ORFK pedig azt írta, a rendőrség átcsoportosításokkal, képzésekkel és toborzással próbálja oldani a létszámhiányt. A kormányzat csak átmenetileg vette le a napirendről a közigazgatási bíróságok bevezetését. Ezt Kövér László jelentette be. A házelnök szerint az Európai Néppártnak van szüksége a Fideszre, és nem fordítva. Az ellenzék közben igyekszik megakadályozni, hogy a Fidesz jelöltjei bármilyen európai tisztséget betölthessenek. A kormánypártok csak a jogállamiságról szóló viták lezárásáig vették le a napirendről a közigazgatási bíróságok megalakításának tervét, mondta az országgyűlés elnöke az Inforádió Arena című műsorában. Átmenetileg, tehát miután úgy gondoljuk, hogy ez egy jó kezdeményezés volt és egy jó törvényt hoztunk, hogyha az idő megérik rá, akkor elővehetjük újra, de ez nem tervezzük a következő egyeztetőben egészen biztosan. A házelnök a néppárt és a Fidesz viszonyáról is beszélt. Nem nekünk fontos, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja maradjon. Szerintünk az Európai Néppártnak van ránk szüksége. A nemzetközi jogász szerint a házelnök nem az Európai Néppártnak üzent. Teljes mértékben egy zavaros kijelentés, aminek nem sok értelme van. Ennek a mondatnak az értelmezhetősége amúgy is csak a Fidesz által itthon a magyar belpolitikai térben, felfestett kommunikációs térben volt bármilyen módon értelmezhető. Össze-európai szinten nincsen igazából szüksége a néppártnak a Fideszre, soha nem is volt ebből a szempontból. Az Európai Parlament baloldali frakciója közben úgy döntött, hogy nem fogja támogatni a fideszes jelölteket a szakbizottságok alelnöki posztjaira. Ezt Újhelyi István közölte közösségi oldalán, nem sokkal azelőtt, hogy megválasztották volna a közlekedési bizottság alelnökévé.
A DK képviselői sem fogják támogatni a fideszes jelölteket. Ők az orbáni rendszer kiszolgálói, az európai integráció szétverői, az európai együttműködés akadályozói, és mint ilyen rajtunk nem újjon az, hogy semmilyen fontos és felelős pozícióban ne kerülhessen fideszes politikus az Európai Parlamentben. A zöldek és a liberálisok frakciója is csatlakozott a kezdeményezéshez. Most mi azt szeretnénk elérni, hogy ahogy a néppárt azelőtt gondolja meg magát, mielőtt szavazásra kerülne a sor, azaz jelöljön más néppárti képviselőket ugyanezekre a pozíciókra, azzal senkinek semmi gondja nem lesz. A Jobbik főként a közigazgatási bíróságok felállításának taktikai elhalasztása miatt döntött hasonlóan. Ez egy nagyon álságos, cinikus álláspont, éppen ezért én magam sem fogom tudni támogatni a fideszes képviselőket, bármilyen pozícióra is pályáznának. Az ellenzéki akcióra a kormány szóvivő is reagált. Amit a bevándorláspárti magyar ellenzék ma csinált, azzal teljesen szembe megy a magyar emberek akaratával. Ezt a magyar kormány felháborítónak tartja, és példátlannak ilyenre nem csak Magyarország történetében, hanem más országok történetében sem volt példa. Az Európai Parlament szakbizottságainak vezetőiről ezen a héten döntenek. Közben Dobrev Klára, a DK EP képviselője Facebook oldalán számolt be arról, hogy az Európai Parlament emberi jogokkal és demokráciával foglalkozó bizottsága nem szavazta meg alelnökének, a fideszes Hidvégi Balást. Dobrev Klára szerint siker, hogy a bizottság elnökét és többi alelnökét rendben megválasztották, de a fideszes politikus kapcsán a szavazás elhalasztását kérték. Dajcs Tamást viszont meggyőző többséggel választották meg az Európai Parlament költségvetési ellenőrző szakbizottságának alelnökévé. Mellette Gál Kingát is megválasztották a biztonságpolitikai szakbizottság alelnökének. Továbbra sem derültek ki részletek az új nemzeti alaptantervről, pedig 2020-tól már ez alapján tanítanának az iskolákban. Ezt sérelmezik a szakmai szervezetek. Az oktatásért felelős államtitkár szerint figyelembe vették azt a 600 észrevételt, melyek az új alaptantervhez érkeztek. Emellett pedig a hazafias neveléssel kapcsolatos elemek is bekerültek a tananyagba. Lassan elkészül a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek is. Az oktatásért felelős államtitkár azt mondta, az új alaptantervből lefaragtak 200 oldalt, így most már csak 330 oldalas. Olyan szempontok is bekerültek, amelyek a hazafias neveléssel kapcsolatos szempontrendszereket tartalmazza. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az egyéb szakmai programok mellett, amelyek professzionálisabbakká váltak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének korábbi elnöke éppen ezeket az új, hazafias nevelésre irányuló változásokat tartja aggályosnak. A hazafias nevelés mindig folyt az iskolában. Az, hogy a gyerekekben a hazafias érzéseket megerősítsük, azt rendkívül fontosnak tartom. Azt meg aztán rendkívül károsnak tartom, hogyha ez a hazafias nevelésnek az erősítése, ez egyfajta magyarkodásba megy át. Biztos, hogy változtatni kell a történettanításnak a menetén, de ez kizárólag szerintem a szigorúan bizonyított tudományosság mentén lehet. Az államtitkár szerint figyelembe vették a korábbi észrevételeket. Két hónap alatt több mint 600 vélemény érkezett az új nemzeti alaptantervhez. Igazából úgy tud tanítani jól egy tanár, hogyha a saját elképzeléseit tudja megvalósítani. A szülői hangközösség most azt nehezményezi, hogy még mindig nem tudják az érintettek, hogy milyen lesz az új NAT, és hogy mi változott a javaslataik alapján. Különösen szülőként nagy fontosságú lenne az, hogy a gyerekek terhelését csökkentenéhessen. Ez egyaránt jelenteni a lexikális ismeretek csökkentését és az óraszámok csökkentését is. Az államtitkár szerint reális az új alaptanterv 2020-as bevezetése, de ez a kormány döntésén múlik. Dajcs Tamást és Gál Kingát megszavazták alelnöknek. Három fideszes képviselő kinevezését azonban blokkolták a baloldali, liberális és zöld párti képviselők az Európai Parlamentben. Ezt azzal magyarázták, hogy a Fidesz EU ellenes propagandát folytat és alássa az Európai Unió közös értékeit. A kormánypárt szerint ezzel felrúgták azt az alapelvet, mely szerint a bizottságoknak a parlamenti erőviszonyokat kell tükrözniük.
Míg voltak, akik örömmámorban úsztak. Jó esténk van. Másokon a letargia lett úrra az európai parlamenti választások estéjén. Úgy döntöttünk, hogy egységesen lemondunk. A Fidesz a várakozásoknak megfelelően nagy arányú győzelmet aratott. Meglepetést tartogatott azonban az eredmény az ellenzéki oldalon. Az akkor megfigyelhető tendencia úgy tűnik tovább folytatódik. A Fidesz népszerűsége tavaszhoz képest szinte változatlan maradt. Míg akkor 41, most 40%-os támogatottságot mért a nagyobbik kormánypártnak a medián a teljes népesség körében. Eközben a DK népszerűsége 7-ről 11%-ra emelkedett. Az MSZP és a Jobbik 2%-pontot veszített, jelenleg mindkét párt 6-6%-on áll. Nyomukban van a Momentum, ami 4-ről 5%-ra emelkedett, miközben az LMP 5-ről 3%-ra mérséklődött. A kutatás szerint tehát csak a DK és a Momentum támogatottsága növekedett. Egy nagyon sikeres és egyértelműen ellenzéki egy EP választási kampányt folytattak. Ezzel. Azóta nem történt olyan, ami lényegesen változtatott volna ezen. Az új európai parlament már megalakult, Deutsch Tamást megválasztották az EP költségvetési ellenőrző szakbizottság alelnökének, Gál Kinga pedig megkapta a többséget a biztonságpolitikai bizottságban. Bocskor Andrea, Hídvégi Balázs és Trócsányi László alelnökségéről azonban elhalasztották a szavazást, hogy elkerüljék a velük kapcsolatos vitát. A liberális és szociáldemokrata frakció ugyanis nem szavazta meg a magyar és lengyel kormánypárt, a Fidesz-KDNP és a lengyel jog és igazságosság jelöltjeit szakbizottsági alelnököknek. Egyöntetően úgy voltak vele, hogy nem szabad ezeket a politikusokat megválasztani a szakbizottságunkba, hiszen ők nem Európa érdekében dolgoznak, hanem Európa érdekei ellen. A demokrácia legalapvetőbb szabályát nem tartja be, és antidemokratikus módon viselkedik. Ezt tudom mondani mind Rónai Sándornak, mind a többieknek, akik most megpróbálják megtorpedózni azt a megállapodást, amely az elért eredmények alapján egy arányos képviseleti rendet, bizottsági helyeket és bizottsági vezető pozíciókat jelentene. A három fideszes jelölt sorsa hamarosan eldől, ugyanis július végén szavaznak újra róluk az érintett bizottságokban. Hagyományos hajós temetéssel, katonai tiszteletadással, egyházi és polgári megemlékezéssel búcsúztak a május 29-i dunai hajókatasztrófa magyar áldozataitól. A Hablány matrózának urnáját a Dunában helyezték el, az elhunyt kapitány földi maradványait azonban a család később helyezi örök nyugalomra. A hajós szertartáson megemlékeztek a tragédia dél-koreai áldozatairól is. Most elkezd az alakzat összeállni, tehát a különböző kikötőkből különféle hajók összeállnak a közös alakzatba. Pontban 11 órakor indult el a Hableány magyar áldozatait utolsó útjukra kísérő 15 hajóból álló kötelék az Árpád híd irányába. Innen ugyanis északra, az északi összekötő híd közelében helyezték a Dunában örök nyugalomra a Hableány tragikusan elhunyt matrózának, P. Jánosnak a földi maradványait. A halászbástya hajón 5 harangütés után egy díszegyenruhás matróz helyezte a habokba a hambakat tartalmazó papírurnát és a helyét jelző koszorút, majd a katonai tiszteletadást követően a hozzátartozók, kollégák és barátok is búcsút vettek egy-egy szálvirággal a magyar hajósoktól. Elvesztettük az utasainkat, a kollégáinkat és egy hajónkat. A magyar áldozatokat saját halottjának tekintő Panoráma Deck, a Hableány tulajdonosának szóvivője azt mondta, a szertartás talán segíthet abban, hogy mindenki lezárhassa magában a tragédiát. Ahogy a latin mondás mondja, navigare necesse est, hajózni már pedig muszáj, mindenkinek tovább kell indulnia és a hivatását innentől folytatnia kell. Azt reméljük ettől a szertartástól, hogy kellő feloldozást ad, és tudjuk majd folytatni mindannyian. A magyar hajósok búcsúztatása után a 15 hajóból álló kötelék visszaindult a Margit híd irányába, hogy méltó módon emlékezzenek meg a hajókatasztrófa dél-koreai áldozatairól is. A Hableány utasainak emlékére egy koszorút bocsájtottak a vízre, épp azon a helyen, ahol május 29-én a sétahajó a Vikinggel történt ütközés után percek alatt rántotta mélybe magával az áldozatokat. A Margit hídról pedig a civilek búcsúztak a katasztrófa áldozataitól, a szervezők kérésének megfelelően úgy, hogy virágszirmokat szórtak a folyóba. Az utolsó áldozatok között megtalált magyar kapitány lánya képtelen volt nyilatkozni, ügyvédje szerint nagyon megviselték a történtek. Lehetett látni, hogy nagyon sokszor elérzékenyül. Én úgy gondolom, ez egy teljesen normális emberi hozzáállás.
én magam is, nekem is kellett küzdködnöm azzal, hogy tudjam tartani magam. Úgyhogy itt mondom, egy olyan ember, nek a búcsúztatóján voltam, akivel nem sikerült életében beszélni. A május 29-én történt dunai hajókatasztrófát csupán heten élték túl. 28 ember, a két magyar hajós és 26 dél-koreai utas pedig a folyóban lelte halálát. Az áldozatok közül egy dél-koreai utas holttestét továbbra is keresik a hatóságok a Duna 200 kilométeres szakaszán. Áder János aláírta a Magyar Tudományos Akadémia átalakításáról rendelkező törvényt. Előzőleg rengeteg tudós és kutató kérte az elnököt, hogy a jogszabályt küldje el az Alkotmánybíróságnak. A levélírók szerint a jogszabály nem szolgálja az ország érdekeit, és akadályozza az új tudományos eredmények elérését. A demokratikus koalíció az aláírást követően bírálta az államfőt. Közleményükben azt írják, idézem, valószínűleg egy horgászengedély birtoklása a legnagyobb felelősség, amit egy ilyen gyenge és jellemtelen ember elbír.